Jó estét kívánok, kedves nézőink! Meleg idővel indul ez a hét, majd kánikulával hőségbe fordul át az időjárás. Az idei nyár negyedik hőhulláma is kezdetét veszi, még ezen a héten a várható legmagasabb hőmérséklet több napon keresztül 35 fok körül, de egyre inkább afelett lesz, valamint egyre nehezebben frissülnek majd fel az éjszakák is, különösen a nagyobb városokban. Már most érdemeseképpen szervezni, tervezni a hét második felét. Az elmúlt 24-36 órában azonban igen mozgalmas volt az időjárás, nem csak nálunk a Kárpát-medencén belül, hanem Olaszországban, az Alpok térségében is. Heves zivatarok törtek ki hazánkban, Kecskemétről és környékéről jelentették az egyik legintenzívebb zivatar és csapadék tevékenységet. Olaszországban, Firenzében pedig tornádó pusztított, a szélvihar nyomait mutatjuk a képeken. Ha pedig kitekintünk a világra, nem csak Európában okoz különböző gondokat az időjárás. Hol a víz, hol pedig a tűz az úr. A napok óta tartó monszun, a rendkívüli sok eső miatt gyorsan emelkedett a folyók szintje, és földcsuszamlások pusztítottak Dél-Kelet-Ázsiában, Myanmarban nagyon súlyos helyzet alakult ki, több halálos áldozatot is követelt a rendkívüli időjárás. Kaliforniában pedig erdő és bozott tüzek pusztítanak, az aszályos nyár következtében a meglehetősen nagy területet érintő tüzek és a sűrű füst miatt legalább 12 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Egy szóval az időjárás világszerte a vezető hírek között szerepel, és a héten mi is sokat fogunk még beszélni a hőségről. Azonban, ha kicsit visszatérünk a hétvégére, egy úgynevezett magassági légörvényt említhetünk meg, ennek hatására alakultak ki a már említett viharok. Ennek felhőzetén kívül, ami főleg a közép-európai térség fölött látható, máshol ma Európában nem sok felhőt találtunk, pontosabban a szárazföldön, hiszen az Atlanti-óceán felett a Brit-szigeteknél alacsony nyomású légkörű képződmény alakítja az időjárást. Ugyanakkor Európa keleti felén magas nyomás határozza meg az időjárást, azaz leginkább napos, sokfelé felhőmentes az idő. A nyugat-európai partvidéket súrolja majd egy frontálzóna, felhősebb idő lehet majd Franciaország nyugati és a Pireneusi félsziget északnyugati-nyugati partjainál, valamint a Skandináv félsziget déli felén és a Kárpát-medencétől is csak lassan távolodik a magassági légörvény. Ennek megfelelően holnap még a Kárpát-medencében és az Adria térségében lehetnek elszórtan záporok, zivatarok, valamint egy fronthoz tartozó nedvesebb légtömeg Európa nyugati partjait éri majd el. Először Franciaországban és a Benelux államokban lehet több helyen eső zápor, majd később a Skandináv félsziget déli felén is. A front hazánkban számottevő változást nem hoz a következő napokban. Ugyanakkor nagyobb részt, tehát a sok napsütés és a száraz időjárás lesz a jellemző Európára. És sokfelé egyre magasabbra emelkedik a nappali hőmérséklet, meglehetősen nagy területre, délnyugat, dél, közép és kelet, dél-kelet Európára is erősödő felmelegedés vár. Vagyis még augusztus első napjaiban sem lesz ritka az előbb felsorolt területeken a 35 fok körüli hőmérséklet. Tegnap a zivataros és felhősebb idő után ma összességében több volt a napsütés, de mind a délelőtti, majd pedig a délutáni órákban előfordultak záporok, zivatarok is. A délelőtt folyamán az északi középhegység térsége felett mozgott egy csapadékmező, mely fokozatosan távolodott térségünktől észak-észak-kelet felé. Az időkép webkamerája kékestetőn rögzítette a videót a felhős és csapadékos délelőtről. Az éjszaka a változó felhőzet mellett elsősorban a Délalföldön és a Tiszántúlon lehetnek még zivatarok, de ezek száma is reggelre lecsökken. A hőmérséklet pedig 14 és 20 fok közé esik vissza. Holnap a sok napsütés mellett ismét erőteljes komoly felhő képződésre számíthatunk, főleg délelőtt lesz kevesebb felhő és több napsütés, majd délutánra a magasabbra törő és vastagabbá fejlődő felhőzetből záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyekre nagyobb esély az északi területeken van, és néhol továbbra sem zárható ki hevesebb időjárási esemény záporokhoz, zivatarokhoz kötődően, ebbe beletartozik a viharossá fokozódó szél is, egyébként a légmozgás pedig gyenge vagy mérsékelt marad, és fokozódik a meleg kevés helyen. Marad a délutáni hőmérséklet 30 fok alatt, túlnyomó részt 30-36 fok közé emelkedik a legmelegebb órákra a csúcsérték, és bár a múlt héten az UV-sugárzás nem került előtérbe a többször felhős idő miatt, a héten bizonyára kell majd figyelni rá. Holnap is
is már az egyre erősödő UVB sugárzás miatt a 11 és 15 óra közötti időszakot ne töltsék a tűző napon, és jönnek az egyre melegebb és naposabb napok. Szerdán még lehetnek gomoly felhős körzetek, főleg a középső és keleti tájakon lehet még több felhő, amelyekből futó zápor vagy zivatar is lehet. A maximum 31-36 fok között valószínű. És aztán csütörtöktől egészen a hétvégéig biztosan, de akár még a jövő hét elején is az idei nyár negyedik hőhullámával kell szembenéznünk. Csapadékra a hét második felében már nem kell számítani, még felhő sem nagyon lesz az égen. 35-38 fok is lehet a hétvégén, és ennek a végét, ennek a nagyon meleg időszaknak pedig egyelőre még nem mutatják az előrejelzések, azaz csütörtöktől újabb hőhullám veszi kezdetét. További nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!